Szerbusztok, gyerekek! A mai olvasás során ismét új betűket, hangokat fogunk megtanulni. Először mondani fogok egy mondatot. Az öntözőkanna piros színű. Bontsuk szavakra ezt a mondatot. Az öntözőkanna piros színű. Nézzük meg akkor, hogy hány szóból áll ez a mondat. 1, 2, 3, 4. Most ezt a szót, hogy öntözőkanna, emeljük ki. Tapsoljuk ki. Öntözőkanna. Ez egy jó hosszú szó. 5 szótagból áll. Nézzük meg az első szótagot, hogyan kezdődik. Ön. Milyen hangot hallunk a szó elején? Ö hangot. Ma az ő hanggal fogunk ismerkedni, és már is megnézzük ezeket a tárgyakat, és megkeressük bennünk, hogy hol lakik az ő hang. Hányas számot látunk a képen? 5. Ő. Hol hallod az ő hangot? Az elején, így van. Itt lakik a legelején. És ugye, ez csak egy szótagú szó. Nézzük a következő képet. Vödör. Tapsoljuk csak ki. Vödör. Nézzük az első szótagot. Ugye, mivel két szótagra bontható, v, ö. És a második hang az ő. Ugye észrevettétek, hogy röviden halljuk ezt a hangot. Ez nagyon fontos ma. A második szótag a dör. D, ö, r. Hol halljuk az ő hangot? V. Ugye itt volt a v, ö, itt a d, ö. Tehát a dörnél itt a második hang lesz. És akkor nézzük a körtét is, tapsoljuk ki. Körte. Két szótagra bontható, kettőt tapsoltatok. Nézzük akkor az első szótagot. Kör. K. Ö. R. Hol halljuk benne az ő hangot? Ugye a második hang k, ő, és itt volt ugye a r, és a te, az a második szótag, t, e. Most pedig ismerkedjünk meg az ő hang betűképével. Ez a kis nyomtatott rövid ő, ez pedig a nagy nyomtatott rövid ő. Ha megvizsgáljuk, egy körből áll a kis nyomtatott rövidő, és kettő ékezetből, az ugye egy-egy pont. A nagy nyomtatott ő szintén egy körből áll, ugye az nagyobb kör, mint a kis nyomtatott, és itt is van két ékezet, egy-egy pont. És szeretném nektek nagyobbba is megmutatni, itt van a kis nyomtatott ő, rövid ő, nagyon fontos, ugye mert azok a betűk, amelyeknek pont van ékezetként a betűknek a tetején, azok mindig rövidek szoktak lenni. És most menjünk majd tovább. Mondok nektek egy másik mondatot, és meg is mutatom nektek a képet. Az őzről fogok mondani egy mondatot. Ti mit gondoltok, hogy az őz hol él? Így van, erdőben él. Most pedig mondom a mondatot. Az őz erdőben él. Nézzük akkor meg. Az őz erdőben él. Hány szóból áll ez a mondat? 1, 2, 3, 4. Mondjuk ki azt a szót, hogy őz. Mondd ki te is. Őz. Tapsoljuk ki. Őz. Egyet tudtunk csak tapsolni, tehát nem tudjuk elszótagolni ezt a szót. Viszont a szó elején milyen hangot hallunk? Ő. Ez nagyon hosszú hang, ugye? Nézzük meg akkor, hogy ezekben a képekben is találunk-e hosszú ő hangot. Ez egy szőnyeg, ez a kettő, ez pedig a szőlő. Te is mondd ki velem, szőnyeg.
Ugye érzed, hogy hosszan kell kiejteni. Na, tapsoljuk ki ezt a szót, hogy szőnyeg. Szőnyeg. Nézzük akkor, hogy hol lakik a hosszú ő. Hányat tapsoltunk rá? Kettőt. Így van. Ezért két tagú szó. Sző. Ugye? Sző. Már is jelöljük, mert én itt már a második hangot észrevettem, hogy hosszan ejtettük, és ugye ő hang volt. Nyeg, az a második szótag. Ny, e, g. Nézzük a kettőt, tapsoljuk ki. Ket, tő. Hányat tapsoltunk? Kettőt tapsoltunk ráadásul. Nézzük az első szótagot. Ket, k, e, t. Második szótag. Ő. Hol hallottuk a hosszú ő hangot? Itt hallottuk a legvégén. Jó. Akkor nézzük meg a szőlőt. Mondd ki te is. Szőlő. Tapsoljuk ki. Szőlő. Hányat tapsoltunk? Kettőt. Ez azt jelenti, hogy két szótagú ez a szó is. Nézzük csak. Sző. Sző. Ugye az első szótag második hangja hosszú, és a l, ő, lő, l, ő, ugye itt is hallottam hosszú ő hangot. Ebbe a szóba ugye kétszer is elbújt a hosszú ő hang, és most szeretném nektek megmutatni a hosszú ő hang betűképét. Ez a kis nyomtatott hosszú ő, ez a nagy nyomtatott hosszú ő. A kis nyomtatott hosszú ő egy kör, és két vessző van ékezetként rajta. Ez a nagy nyomtatott hosszú ő, ez egy nagyobb kör, és őnek is két hosszú ékezet, vagyis egy-egy vessző van a tetején. És most szeretném nektek megmutatni, egy kicsit nagyobbba is. Kis nyomtatott hosszú ő, nagy nyomtatott hosszú ő. Abban hasonlítanak, hogy mind a kettő egy-egy körből áll, és mind a kettőnek van ékezete, és ez az ékezet vessző ráadásul. Abban különböznek, hogy a kis nyomtatott ő az kisebb kör, a nagy nyomtatott pedig nagyobb körből áll. Most pedig egy betű vadászatra hívnálak benneteket. A kis nyomtatott rövid őt kékkel karikázzuk, és a kis nyomtatott hosszú őt pirossal. Kezdjük is el olvasni, jó? Ó, ő, már is kékkel bekarikázom. A, t, ü, ő, ez pedig pirossal, ugye, mert ezt a két betűt keressük most. Nézzük a többit. I, a, é, ü, ő, ugye a hosszú őt pirossal, és a rövid őt majd kékkel, ha van benne, u, ö. És már is itt a végén látok egy rövid őt. És nagyon kérlek benneteket, hogy ti is otthon, újságban, folyóiratban böngészétek, keressétek az újonnan megtanult betűket. Most pedig nézzük meg ismét, mit látunk a táblán, milyen képeket, és melyik képnek a nevében van a rövid ő hangnak a betűképe, hogyha leírjuk vagy elolvassuk, és melyikben van a hosszú ő hangnak a betűképe, ha leírnánk, elolvasnánk. Nézzük meg a képeket. Ezen a képen mit látunk? Ez egy tök. Ugye ez egy zöldségféle, hallod-e benne az ő, vagy az ő hangot? Igen, mivel röviden mondtam, hogy tök, ezért ezzel a rövid ő betűképpel fogom összekötni. A következő képen mit látunk? Egy földgömb. Tapsoljuk csak ki. Földgömb. Hallasz-e benne rövid vagy hosszú ő hangot? És hozzátett, tudjuk-e kötni a betűképhez? Nagyon ügyes voltál, ráadásul kétszer is hallottuk a rövid őt, ugye? Ezen a képen egy lázmérőt látunk. Hallasz-e benne ő hangot?
Lázmérő. Mondd ki te is. Lázmérő. Nagyon ügyes vagy, itt a legvégén. Hallunk hosszú őhangot. Ez micsoda? Ajtó. Hallasz-e benne őhangot? Nem. Nézzük a következőt. Körző. Tapsoljuk csak ki. Körző. A kör az első szótagjában milyen őt hallasz? Így van, rövid őt, ezért a rövid őnek a betűképéhez kötjük, de a második szótagban ott van az, hogy ző. Itt mit hallasz? Így van, itt pedig hosszú ő van, és ezért a körzőt a rövid őhöz is hozzákötöttem, és a hosszú ő betűhöz is, mert mind a két hangnak a betűképe megfelelő, hogy hozzákötöttem. Most pedig olvassunk egy kicsit. Először arra gondoltam, hogy itt ilyen nagy betűs szavak vannak, csupa nagy betűből áll, itt meg csupa kis betűből, és minden nagy betűs rövid szónak megvan a kis betűs párja, és ezt kellene összekötni. Először olvassuk el, hogy milyen szavakról van szó. Jó, rajta, lő, öv, ön, öt, tő. Olvassuk el itt is. Tő, öt, öv, ön, lő. Na nézzük meg a lőnek először a párját. Hol található? Ugye, hogyha végig szalad a szemed, és elolvasod, akkor már meg is találod, hogy itt van legalul a nagybetűsnek a kisbetűs párja. Nézzük meg az öv párját, hol találjuk meg. Szaladj végig a szemeddel, olvasd el, és ugye fölülről a harmadik, az lesz az öv. Nézzük az ön szónak a párját, hol találjuk meg, itt is végig olvasod, ezek rövid szavak, és már meg is van. Itt a kisbetűs párja. Nézzük a következőt. Öt. Keressük meg gyorsan a kisbetűs párját. Itt van, meg is van. Nézzük az utolsó szót. Tő. Ennek hol találom a párját? Így van. Itt van a legfölül. És már ilyen kétbetűs szavakat nagyon szépen elolvastatok, akkor most jön gyorsan a több betűből álló szavak. Kezdjük el együtt olvasni most itt a táblán, szótagolva. Rajta. Elő. Erő. Evő. Jó, nézzük a következő oszlopot. Rajta. Tető. Velő. Vevő. Nagyon jó, nézzük az utolsó oszlopot. Rajta. Öröm. Következő, e-röm. Következő, mi-ről. Ugye nagyon fontos, hogy mindig érzékeltessük a kimondáskor, hogy rövid ő betűt látunk, vagy hosszú őt. Na, akkor olvassuk el ezt a felső mondatot. Együtt, jó? Rajta. Itt. A. Tál, öt, al, má, val. Ugye nagy betűvel van írva a mondat, az nagyon fontos, mondat végén pont van, az is nagyon fontos, mert akkor beszélünk mondatról. Na nézzük a második mondatot is, ezt is olvassuk együtt. Rajta, e, ta, e. Te, tőt, lát. Ugye? Elolvastuk mind a két mondatot. Egy kérdésem lenne. Hány alma van a tálon? Öt. Jó. És nézzük azt, hogy mit lát Eta?
Így van, etetőt lát. Az óra második felében új hanggal és új betűkkel fogunk megismerkedni. Mondok megint egy mondatot. A nadrág szép új. Felírom a mondatnak a szavait egy-egy fekvő egyenessel. A nadrág szép új. Nézzük meg, hány szóból áll. A nadrág szép új. 4 szóból áll ez a mondat. Szeretném kiemelni nektek a nadrág szót. Tapsoljuk ki. Nadrág. Nézzük meg az első szótagot. Nad. Milyen hangot hallunk a legelején? N. Ugye? A N hanggal fogunk ma ismerkedni. Már is a képen láthattok olyan szavakat, amiben valahol elbújt a N hang. Nézzük meg rögtön az elsőt. 4. Mondjuk ki. 4. Tapsoljuk ki. 4. Egyet tudtunk csak tapsolni, tehát egy tagú szó. 4. N. I. G. Nézzük csak, hogy hol halljuk a N hangot. Az elején. N. Így van. Következő képen egy kanál van. Tapsoljuk ki. Kanál. Hány szótagú ez a szó? 2 tapsoltál, 2 szótagú. Nézzük az első szótagot. Ka. K. A. Második szótag. Nál. N. A. L. Hol hallottam a N hangot? Itt hallottam a második szótag első hangja. Nézzük akkor a vonalzó szót. Ugye ezen a képen egy vonalzót látsz? Tapsoljuk ki. Vonalzó. Hányat tapsoltatok? 3. Nézzük akkor meg. Első szótag vo. Vo. V. O. Második szótag nal. N. A. L. Nal. Ugye második szótag első hangja a N hang, és zó, z, ó, z, ó. Akkor mind a három képben találtunk N hangokat, és most szeretném nektek megmutatni a N hang betűképét. Bocsánat, ezt megfordítom, így jobban látjátok. Ez a kis nyomtatott N betű, ez pedig a nagy nyomtatott N betű. Ha megnézzük, hát nem nagyon hasonlítanak, talán csak annyiban, hogy itt is van egy álló egyenes, meg itt is, de a többiben egyáltalán nem. Ez egy kicsit a kapuvonalra hasonlít a kis nyomtatott N, a nagy nyomtatott N, meg ilyen hegy, völgy. Föl megyünk, lejövünk, aztán megint föl. Ez egy ilyen érdekes betű, de biztos hamar megjegyzitek, megtanuljátok. Mutatom nektek, ez a kis nyomtatott N betű, ez pedig a nagy nyomtatott N betű. Egyébként, ha kimondjuk ezt a hangot, hogy N, szerintetek a tüdőből kiáramló levegő vajon ütközik akadályba? Mondd ki velem, N. Bizony a nyelvünk oda megy a fogunkhoz, és ez már egy akadály, és ezért a N hang az mással hangzó. Ezt jegyezzétek meg. Jó? Akkor nézzük meg a betűvadászatot. A kis nyomtatott N betűt kékkel, a nagy nyomtatottat pirossal fogjuk karikázni. Kezdjük el olvasni. N. Már is kékkel karikázom kis nyomtatott. U, te is olvasd velem. A, N, ez pedig egy nagy nyomtatott. Pirossal karikázom. T, M, N, megint találtam egy kis nyomtatottat. És R, nagyon jó. Olvassuk a második sort. N, itt egy nagy nyomtatott N betűt látok. L, I, N. Itt egy kis nyomtatott N betű van. O, U, N. Itt megint egy nagy nyomtatottat látok. A és N. Itt pedig egy kicsit, és már is kékkel
bekarikázom. Most pedig nézzük meg ezeket a képeket, hogy vajon van-e benne N betű. Az első képen mit látunk? Egy hintaló. Hallasz benne N hangot? Akkor igen, van benne hintaló. Akkor a N betű képéhez odahúzhatom. Ez micsoda, tudjátok-e? Ez egy szőlőfürt akar lenni, ez egy szőlőlevél, és ami rajta van, ezt indának nevezzük, ezt a zöld kacskaringos részt. Mondd ki, inda. Így van. Inda. Hallasz-e benne N hangot? Igen, van benne N hang, ezért a N betű képével összeköthetem az indát. Következő, pipa. Hallasz-e benne N hangot? Összeköthetem-e a N hang betűképével? Nem bizony, nincs benne. Ezek micsodák itt a háztetőn? Biztos te is láttál már ilyet? Ezek antennák. Antenna. Hallasz benne N hangot? Így van, több is van benne. Antenna. Tehát hozzáköztetem a N hang betűképéhez. Ez pedig egy vonat. Vonat. Mondd ki te is. Vonat. Így van, itt is hallunk a második szótagban, tehát hozzáköthetem a N hang betűképéhez a vonatot is. Na, akkor olvassunk ilyen rövid szavakat, szótagokat. Jó, olvassuk először a felső sort együtt. Rajta. Na, no, nu, nü, nő, án, in. Nagyon jó, nézzük a második sort. Rajta, ni, ne, na, né, ön, én, an. Jó, akkor nézzük meg a szavakat, ezeket is olvassuk egymás alatt, az oszlopokat. Rajta, vo, nat, von, tat, von, ta, tó. Jó, nézzük a középsőt. Rajta. En, ni, in, nen, on, nan. Jó, és a következő oszlop egy kicsit más, méghozzá azért, mert itt nagy betűk szerepelnek elől, ami azt jelenti, hogy ezek nevek. Olvassuk el akkor azokat a neveket. No, ra, nel, li, nu, si. Jó, és akkor még vár ránk három mondat, ezt is olvassuk el együtt. Rajta, an, na, né, ni, vár. Második mondat, itt, a, vo, nat. Utolsó, er, nő, int. Most már mondatokat is tudtok olvasni, szavakat is. Nagyon ügyesen megtanultuk ma a kisnyomtatott N, a nagynyomtatott N betűket, és a kisnyomtatott rövidőt, nagynyomtatott rövidőt, kisnyomtatott hosszú őt, nagynyomtatott hosszú őt. Viszont látásra!